Sziasztok! A mai videóban meg fogjuk nézni, hogy mi lakul ebben az Essence Adventi naptárban. Elnézést szeretnék kérni azoktól, akik illúziórombolónak tartják azt, hogy én itt november közepén egy adventi naptárat nyitogatok, de igazából ezt a videót azért csinálom meg, hogy aki gondolkodik azon, hogy beszerezze ezt az Essence Adventi naptárat, annak talán ez a videó egy kis segítség lesz. Csak néhány Müllerben lesz elérhető. Az Essence-nek a Facebook oldalán megtaláljátok egyébként, hogy pontosan mely Müllerekben lesz kapható ez az adventi naptár. Ja, és elnézést kérek a fényviszonyokért is. Én konkrétan már agyvérzést kaptam, mert hogy már felvettem egy videót úgy, hogy közben folyamatosan járkáltak a felhők, de mindegy, akkor is meg fogjuk nézni, hogy mi van ebben a naptárban. De még mielőtt belevágnánk, szeretnélek megkérni titeket, hogy iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha még nem tettétek meg, illetve nyomjátok meg a feliratkozás gomb melletti kis harangot vagy csengőt, mert akkor mindig kaptok értesítést, hogyha új videót töltöttem fel, illetve kövessetek Instagramon és Facebookon is, mert jön a karácsony és egy csomó-csomó nyereményjáték lesz. Az elérhetőségeimet megtaláljátok a videó alatti leírásban. Most pedig nézzük, hogy mi lakul ebben a naptárban. Maga a naptár nagyon-nagyon cuki. Nem néztem meg egyébként a hátulját, mert ugye a hátulján rajta van, hogy mik vannak a naptárban, azért mégis legyen egy kis meglepetés. Így néz ki, kinyitva. Mutatom nektek. 24 ablaka van összesen. Úgyhogy akkor nézzük szépen sorban, hol van az egyes. Na, ezzel egy csomót fogok egyébként bénázni, hogy megtaláljam mindig, hogy melyik szám jön. Itt van az egyes. Még jó, hogy tegnap lapoztam frissen a körbeimet. Hát ezt nem fogom tudni kultúráltan kinyitni. Az egyes ablak alatt egy mini 4:1-ben köröm reszelő, köröm polírozó lapult. Ennek ugye 4 különböző oldala van, itt van a 2-es. Szerintem ez valami rúzs lesz. Nem, hát ez egy nagyon cuki mini körömlak. Ilyen enyhén rózsaszínes árnyalat, ez a 03-as Me and My Snowflakes árnyalat. Nézzük a 3-as ablakot. Ezt tényleg nem tudom szépen kinyitni, és annyira sajnálom egyébként. Na, ez már egy rúzs. A 16-os I Am Yours árnyalat, ami egy ilyen csodaszép, májvás árnyalat, ez egyébként abszolút az én színem. És annyira cuki, mert a rúzsnak a kupakján ilyen kis ajándék minta van. 4-es, 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 itt van a 4-es. Ez valami hosszúkás valami. Ez micsoda? 3 darab mini papír ajándék zacskó. Jaj, de jó! Ez tök cuki! Az egyiken egy ilyen Oh My Love felirat van. A másikon egy From Santa felirat, és a harmadikon pedig egy For You. Hát ez nagyon cuki, mert ebbe például simán bele tudunk rakni ilyen kis apróságokat. Szerintem ez tök jó, hogy nem csak sminkeket tettek bele. Jön az 5-ös, az 5-ös itt fölül van, na ez egy nagyobb valami. Oh, wow! Ezek szívecske alakú sminkszivacsok. Egyébként itt csomagoláson keresztül nagyon puhának tűnek. Nem akarok amúgy mindent kibontani, meg kipróbálgatni, mert szerintem én is el fogok majd ajándékozni ezekből. És egyébként olyan cuki, mert hogy kinyitod az ablakokat, ott az ablakon is mindig van valami kis felirat, meg üzenet. Hol van a 6-os? Segítsetek, hogy hol van a 6-os? Nem találom, itt van. Szerintem ez szempillaspirál lesz. Igen! Mégpedig az I Love Extreme Crazy Volume szempillaspirál. Itt van a 7-es. Olyan csúnyán nyitom ki. Ez is egy mini körömlak. Mégpedig a 01-es Ho 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 My Love árnyalat. Ez egy ilyen sötét rózsaszín. 8-as. Egy fekete szemceruza. Ez mindig jól jön. Akkor jön a 9-es. Hát ez mi? Ez egy hegyező és 2 lyukú, tehát van egy kisebb, meg egy nagyobb lyuk is rajta. 10-es. Ezek ilyen kis ajándékcímkék. Na hát ez borzasztó cuki. Ez ilyen ho-ho-ho, let it snow. Ez szerintem nagyon jó ötlet, hogy ezt beletették. Le fog merülni az aksi. Ne, kérlek! 11-es itt van lent. Ez egy Balmy Kiss ajakápoló mandula olaja, és ez egy ilyen színezett ajakápoló. És nagyon finom gyümölcsillata van.
Aztán a 12-es, nem az, itt van a 12-es. Ez egy szemöldő csipesz. Szóval a 12-es ablak alatt egy ilyen nagyon cuki mintájú kis szemöldök csipesz lapul. A 13-as ablak az megint egy ilyen eléggé hosszúkás ablak. Itt egy eyebrow designer szemöldök ceruza lapul, ez a 02-es brown árnyalat. Kupakon van egy kis kefe, 14-es. Hú, ez valami nagyobb valami lesz. Úgy tudom magam, mint valami barbár. Hú, ezek körömmatricák. Karácsonyi mintájú körömmatricák. Melyik jön? 15-ös? Soha nem tudom, melyik jön. Igen, itt van a 15-ös. Ez egy körömlak. Mégpedig egy 04 The Xmas Nail Story. Hát ez egy ilyen nagyon sötét, bordós fekete. 16-os jön, ugye? A 16-os az itt van. Ez egy Essence All About matte púder, ilyen cuki kis télies dizájna. Ezt már egyébként próbáltam, és egészen jó kis púder. 17-es. Hú, ez egy kézkrém lesz szerintem. Essence Super Rich and Super Soft Hand Cream. És egy cuki bim-bim van rajta. Számoljátok meg, hányszor mondtam ebben a videóban a cuki szót. Kérlek, akkumulátor, tarts még ki! 18-as. Itt van kül. Megint egy körömlak, ezúttal egy piros szín, ez a 02 Santa Claus Surprise. Ez 19, ez is egy ilyen hosszúkás valami, teljesen leamortizálom ezt a naptárat. Invisible Kiss Transparent Lip Liner, vagyis ez egy ilyen átlátszó ajakkontúr ceruza. Jöhet a 20-as. Na most ezt már itt az ölemben bontom ki, mert kezd szétesni a naptár. A 20-as alatt egy, úristen, de jól néz ki, egy gyönyörűséges vörös rúzs lapult, és ennek is ilyen iszonyatosan cuki kis téli dizájn van a kupakján. A 21-es ablak alatt kettő darab ilyen szilikonos hajgumi lapult. Jöhet a 22-es. A 22-es ablak alatt ismét egy körömlak lapult. Ez a 05-ös Hello Nice to Glitter You árnyalat, ami egy ilyen nagyon szép kis csillámos szín. Jöhet a 23-as Finger and Bracelet Tattoos. Ezek ilyen kis tetkók. Igazából szinte mindegyik ilyen rose gold, vagy pedig fekete színű kis tetkó. Elérkeztünk a 24-es ablakhoz. Olyan szomorú. Na ez micsoda? Ez egy mini hajkefe, szóval így néz ki, ez műanyag, és akkor van benne egy tükör, a fésűt pedig így ki kell nyomni, és amikor nem használod, akkor pedig így összehajtva bedobod a táskádba. No hát ennyi volt az Essence adventi naptára. Én azt mondom, hogy nem egy rossz naptár, bár az az igazság, hogy nekem az annyira nem tetszik, hogy mindegyik ajaktermék, amit beletettek, ilyen pirosas árnyalat, én inkább beletettem volna valamelyik helyett valami nude-abb visszafogott színt, vagy például egy szájfényt, illetve kicsit sajnálom, hogy semmilyen szemfesték, vagy valami kisebb szemhéjpúder paletta sem került bele, de nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ti mit gondoltok erről a naptáról, hogy nektek hogy tetszett, úgyhogy mindenféleképpen írjátok majd meg kommentben, illetve nyomjatok egy lájkot, hogyha tetszett ez a videó. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!